Eredményesen szerepeltek a Rákóczi és Diákok a Pannon vízrajz pályázatán, rendkívüli testületű ülés Csornán. Sportcsarnok épült Csornán. Mozgásos játék a Katica óvodában. Beszélgetés a Rábaközi Polgárőr Egyesület működéséről. A kormány családi otthonteremtési kedvezményéről tartottak tájékoztatót Csornán. Riport Áder Csaba bogyosztói hobbi fotóssal. Versmondó versenyt rendeztek Bágyokszováton. Az MSZP sajtótájékoztatója Csornán. Köszöntöm Rábaközi Televízió nézőit! Eredményesen szerepeltek a csornai Rákóczi és Diákok a Pannon vízrajz pályázatán. Idén közel 300 alkotás érkezett a cég győri központjába. Tóth László, a Pannon Víz Zrt. Diszpécser szolgált vezetője köszönte meg a rákócisok sikeres részvételét. Éppen beszélgettünk itt az előbb Balisné Gabikával, hogy több mint 10 évvel ezelőtt küldték az első rajzokat, és azóta szinte végig kísérik a Pannon Víz rajzpályázatát. Az egyik legaktívabb iskola, sőt el lehet mondani, hogy legaktívabb iskola, innét várjuk mindig nagy izgalommal a rajzokat, hogy az utolsó pillanatban megérkezik az a csomag Csornáról, ami a legtöbb és a legszebb rajzokat tartalmazza. Eddig szerencsére mindig megérkeztek a rajzok, Telekesi Tamás, Balizs Eszter és Kristóf Dóra rajzai kaptak idén díjat, és most egy külön csoportos állatkerti belépővel szeretnénk ezt megköszönni a Pannon Víz nevében, hogy ezek a gyerekek nagyon szépen szerepelnek mindig a rajzpályázatunkon. És hány rajz érkezett idén? Majdnem mindig olyan 300 rajz érkezik. Egyre nehezebb őket összevadászni. Tulajdonképpen két nagy iskola vannak, ami talán a legnagyobb bázisunk. Az egyik a csornai második Rákóczi Ferenc, a második pedig Győrbe a Kovács Margit iskola. Őtőlük szokott az öme érkezni, a többi inkább csak elszórtan. És mi volt a téma? Az idei téma a vizes mesterségek, és hát az örökzöld vizes téma a víztorony. Itt ezek a rajzok mind a vizes mesterséget dolgozták fel, nagyon szépen, nagyon jól sikerülten. A felsős diákok felkészítéséről Balicsné Nagy Gabriella pedagógus beszélt. Szakkörön kezdjük a munkát, olyankor, mivel több pályázat is fut általában egy időben, így aztán differenciáton dolgozunk, tehát megbeszéljük a gyerekekkel, hogy milyen pályázatok vannak, ki melyiket csinálná legszívesebben. Nyilván azok, akik vonzódást éreznek a téma iránt, azok választják ezt a pályázatot, meg akik már korábban is részt vettek, az ő számukra meg még inkább vonzó, hiszen átérték már ezeket a nagyon színvonalas díjkiosztó ünnepségeket, ami tényleg nagy élmény, azt hiszem is mindannyiunk számára. Hiszen mindig élő zene van, mindig nagyon szívélyes a fogadtatás, illetve jó érzés azt is hallani, hogy méltatják a gyerekek munkáit. A munka úgy kezdődik, hogy megbeszéljük a témát, idén két téma közül választhattunk. A gyerekek számára ez a vízi foglalkozások téma állt közelebb. Mindig megbeszéljük, hogy mi az, ami fontos, amit leginkább ki kell emelni, mi az, ami esetleg háttérbe szorulhat, és akkor így ki a magának legjobban tetsző technikával dolgozhat. Mi esetünkben nem konkrétan egy technikával, hanem vegyes technikával dolgoztak a gyerekek. A Tamás és akvarellt is használt, illetve aztán akvarellceruzát, filztollat, pasztelt. Eszter leginkább a tónusos, tehát ceruzarajzot alkalmazta, illetve akvarellel egészítette ki. A Pannon Víz nagyon jó témákat választ ki, hát vizes témákat. Idén ugye a szakmákról volt szó, azokat valamilyen módon meg kellett jelenteni. Igen. A rajzokon. Mennyire lehet a gyerekek számára ezt bemutatni? Ismerik egyáltalán, hogy mivel foglalkozott a halász például, vagy a molnár? Tehát ezekről beszélgetnek-e, miközben készítik ugye a rajzokat? Igen, nagyon jó lehetőség, beszélgetünk nyilván ezekről, illetve nagyon jó lehetőség, hogy minden teremben ott van az interaktív tábla. Ugye az interneten megnézzük ezeket a foglalkozásokat, megbeszéljük, hogy mi a jellemző rájuk, hogyan lehetne ezt a rajzukba beledolgozni, és akkor innentől már mindenki a saját elképzelése szerint önállóan alkothat tovább. És mi a titka annak, hogy ismét a csornaiok közül most hárman például nagyon jól szerepeltek ezen a versenyen, de most ez úgy tűnik hagyomány, hiszen az elmúlt években is a csornaiok komoly sikereket értek el. Hogy mi a titka? Hát azt hiszem, hogy szeretnek, hál' Istennek sok gyerek szeret rajzolni. Örülök annak, hogy sok más elfoglaltságuk mellett fontos számukra a rajz. Kitartóak a gyerekeink, hiszen azt is mindig szoktam mondani, hogy nem elég, hogy valaki tehetséges, vagy az átlagnál jobb adottságokkal rendelkezik, ahhoz, hogy valaki sikereket érjen el, azért nagy szorgalom és kitartás is szükséges, és hál' Istennek sok ilyen gyerekünk van. És gondolom a felkészítő tanár, a pedagógus, aki ott van a diák mellett segíti, az is fontos dolog.
Igen, azt gondolom fontos az, hogy folyamatosan figyelem, megkísérjem, támogassam, biztassam ezeket a gyerekeket. Meg az is nagyon fontos, hogy nem csak a Pannonvíz ismeri el a munkánkat, hanem itt az iskolában is kapnak érte dicséretet. Balics Eszter 5. osztályos tanuló második helyezést ért el. A vízi mesterségeket jelenítettem meg. Egy női arc van látható középen, ez fogja össze a rajzot, és ennek a hajából jönnek ki a hullámok. És milyen vízi mesterségek láthatók a rajzodon? Van búvár, horgász és halász. Én úgy tudom, a rajzok a családodról is, tehát a családodat is ábrázolják. Melyik mesterség kicsoda? A búvár apukám, a horgász anyukám, és a halász pedig a testvérem és a barátnője. Ez csak a fantáziádban jelent meg, vagy például édesanyád horgászik-e szabad idejében? Csak a fantáziámban jelent meg. És mennyi ideig tartott ez a gyönyörű alkotás elkészítése? Pontosan nem tudom meghatározni. Elkezdtem a szakkörön megrajzolni, és mikor hazavittem, nagyon sok ideig ott volt az íróasztalom, néha bele-vele rajzoltam. Elismerték a rajzodat, mi a véleményed erről? Nagyon örültem neki. Hát nem volt célom, hogy nyerjek, de örömmel fogadtam. Mennyit rajzolsz egy nap? Nagyon fontos nekem a rajz, szeretem a rajzórákat, szakkörre is járok, és rajziskolába is szoktam egy héten kétszer. Telekesi Tomás, 8. osztályos tanuló, első helyen végzett. Hát ugye a téma az a vízi mesterségek volt, és hát a központi elem az egy vízcsepp, amiben egy vízmű dolgozó látható, aki elfordít egy csapot, és ezáltal a víz eljut ide egy ilyen afrikai országba, sivatagos környezetbe, ahol ugye kincsként kezelik a vizet. Hát még ugye ezen kívül három része van, egy vagy kettő tengeri részlet, ahol van egy halászhajó és egy ilyen tűzoltó helikopter, a másik oldalon pedig egy hajós kapitány, illetve egy horgász, alatta egy pannonvizes jármű, és az a munkások éppen javítják a megrepett csőrendszert. És neked honnét vannak erről információid, hogy egyáltalán mit tesz a pannonvíz, mi a szerepe, feladata? Hát igazából fejből rajzolta. És erről beszélgettetek, hogy milyen munkát végeznek a pannonvíznél, hiszen látok itt csővezetéket, hogy vizet juttatnak el A-ból B-be, szervizelik, hogyha probléma van. Tehát ezt láttad a valóságban, vagy beszélgettétek a pedagógussal? Láttam is a valóságban, meg Gabi nénivel rajzszakkörön is beszélgettünk róla. És amúgy mennyit rajzolsz? Hát, akkor rajzolok, ha van időm, de rajzszakkörökre szoktam menni. És neked mi a véleményed arról, hogy hát egy komoly elismerést kaptál? Én tudom, első helyezés lett. Hát örülök neki, mert tényleg színvonalas volt a díjátadó. És neked valamilyen célod van a rajzzal, hiszen most végzős tanuló vagy itt a Rákóczi-ban? Hát inkább csak hobbiként rajzolok. Az alsós diákokat Szabad Györgyné pedagógus készítette fel. Rajzpályázatban nem csak felsősök, hanem alsósok is részt vettek, és innét az alsósok közül is lett egy elismerés, egy második helyezés. Hát hogyan kapcsolódtak be a Rákóczi alsósok ebbe a pályázatba? Kaptuk mi is a kiírást. Hát nagy örömmel fogadtuk, mivel alsó tagozatban nagyon sok kisgyerek szeret rajzolni, nagy lelkesedéssel és örömmel, tényleg minden sima rajzórára is nagyon jól felkészülnek, és nagy lelkesedéssel dolgoznak. Mi a vélemény a témaválasztásról? Hiszen ugye bevezetőmben már említettem, hogy a Pannonvíz kreatív témákat választ. Idén is így történt. Nagyon tetszett nekünk most ez a téma, mert úgy gondoltuk, hogy ilyen még nem volt, soha sehol, és tényleg örömmel kutakodtunk az interneten, hogy mit lehetne, mi az, amit így le lehetne rajzolni ezzel kapcsolatban, és így esett a választás. Elsősorban a harmadik osztályosok készültek nagy lelkesedéssel, a vízi mesterségek fogta meg őket, hogy mik is azok a vízi mesterségek,
és ebből választottunk mi is témát magunknak. Különböző technikákat használunk már alsó tagozatban is. A centagle technikát szeretik a kisgyerekek a legjobban. Ami ez mit jelent? Már is mondom, igazából megrajzolják a formát, a kontúrvonalakat, és akkor ezeket tűfilccel kidekorálják a saját elképzeléseik, ötleteik alapján, és ezt mi most egy picikét a díjazott kislánnyal még összemostuk, adtunk neki egy nagyon vidám, kedves tavaszi színt, hátteret, akvarell ceruzával, zöld, kék, sárga tavaszi színeket. És ennek mi a véleménye úgy összességében a versenyről? Tehát jó dolognak tartja, hogy a Pannonvíz évről évre kiírja ezt a pályázatot. Van-e olyan dolog, amiben érdemes lenne mondjuk változtatni, hiszen ön rajztanár, tehát szakember szemével is tudja ezt nézni? Mi nagyon örülünk ezeknek a pályázatoknak, főleg azért, mivel itt megmérettetik magukat még az alsós kisdiákok is, és tényleg nagyon jó eredményeket érnek el itt ezeken a pályázatokon, rajzversenyeken. Kristóf Dóra Erzsébet, 30. osztályos tanuló, második lett a rajzpályázaton. Én a képen egy vízimalmot rajzoltam zöld természeti környezetben. És miért pont a vízimalmot választottad, hiszen van egyéb más is? Vagy láttál-e már mondjuk ilyet élőben? Még nem láttam ilyet élőben, de nekem nagyon megtetszett ez a rajz. De második lett a rajzod. Váratlanul ért, vagy számítottál rá? Váratlanul ért. Én úgy tudom, hogy nagyon szeretsz rajzolni, sőt, művészeti iskolába is jársz. Mit szeretsz rajzolni, mik a kedvenc témáid? Például én, hogyha kimegyek az udvarra, vagy sétálunk a családommal, észreveszek valami érdekeset, és azt egyből leszeretném rajzolni. És mi az, amivel szeretsz rajzolni? Ceruzával, bármi, amivel alkotást lehet készíteni, vagy van egy kedvenc? Én szeretek ceruzával, akrilfestékkel is, pasztellel, meg tollal is szoktam néha. És van célod ezzel, rajzolással, vagy egy kellemes szabadidő eltöltésére alkalmas dolog? Hát egy kellemes szabadidő eltöltési dolog. Tóth László Rákóczi diákoknak átadott egy 15 fős állatkerti belépőt, és meghívta őket egy csornai vízmű látogatásra. Nos, hát ezúton szeretném megköszönni a pedagógusok és a gyerekek munkáját. Hát van fogalmam róla, hogy mibe van egy ilyen rajzpályázati felkészítés, hiszen az én feleségem is rajzszakos, tehát látom azért, hogy mi minden munka, mi minden segítség kell ezeknek a gyerekeknek. Szeretném meghívni egyben az iskolát, vagy az iskola néhány osztályát vízműlátogatásra. Nagyon szívesen szervezünk nekik egy ilyen nyílt napot itt a csornai vízműtelepen. És engedjék meg, hogy átadjam ezt a 15 fős állatkerti belépőt, fogjanak össze és látogassanak el a győri állatkertbe. Köszönöm még egyszer, hogy küldtek rajzokat. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott április 7-én a Csornai Képviselőtestület a hivatal kis termében. A tanácskozás teljes felvételét mutatjuk be. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület mai ülésen megjelent képviselőtársaimat, a bizottságok elnökeit és tagjait, tanácskozási joggal meghívott intézmények, szervek, szervezetek, civil közösségek képviseletében megjelenteket, jegyzőasszonyt és munkatársait, a helyi televízió és sajtómunkatársait, a munkánk iránt érdeklődő választópolgárokat. Munkánk zavartalansága érdekében megkérek minden kedves jelenlévőt a mobiltelefon kikapcsolására vagy elhalkítására. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ülésének összehívása az SMS-ben foglaltaknak megfelelően történt. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 12 tagjából 9 fő képviselő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, javaslatot teszek ülésünk napirendjének a megállapítására. Javasolom, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívón szereplő napirendi javaslatokat fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület mai ülésünk
napirendjét egyhangulag elfogadta. Tisztelt képviselőtestület, rátérnénk az első napirendi pontunk tárgyalására. Ez a napirend előterjesztés új fejlesztés megvalósítására Csorna városában. A napirendi pont kiosztásra került, amiről szeretném tájékoztatni a testületet, illetőleg a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 2016. március 7. napján, 9. napján ideérkezett leveléből arról értesült az önkormányzat, hogy a szövetség a kézilabda sport versenyképességének megőrzése és javítása érdekében legfontosabbnak ítéli meg a létesítmény fejlesztést, ugyanis mivel teremsportágról van szó, megfelelő csarnokok hiányában ösztökora tavaszig elvégezhetetlen a szükséges szakmai munka, ezért létfontosságú a sporták számára, hogy a kormány a csarnoképítést támogassa. A szövetség felmérést is végzett a létesítmények helyzetéről, nagyon sok mindent vettek számba. Figyelemmel voltak arra is, hogy a mindennapos testnevelés helyi infrastruktúrális biztosítását is szolgálhassák a megépülő sportlétesítmények. Tavalyi év folyamán 2015. november 27-én küldöttgyűlést tartottak, ahol ismertetésre került az a 60 helyszín, ahol a magyar kormány támogatásával kézilabda munkacsarnok megépítése valósulhat meg több ütemben lezajló beruházások során. Ami nagyon jó hír, hogy Csorna városa is a kiválasztottak közé került, a beruházás megvalósításához adatszolgáltatást kértek, valamint a képviselőtestület jóváhagyására, támogatására is szükség van. Az értesítés követően haladéktalan intézkedések történtek azzal, hogy már a tavalyi év folyamán, és itt szeretném még egyszer nagyon szépen megköszönni a segítséget a Hétfő KC Rába Köz Egyesületnek, illetőleg az elnök úrnak, hiszen már a tavalyi év folyamán tehát elindultak azok a dolgok, amiket ők felkaroltak, és ennek alapján tudott bekerülni Csorna, és már a tavalyi év folyamán ezzel kapcsolatban is tájékoztatott engem az elnök úr, valamint közösen végeztük a további munkát. Most tartott ez a történet, hogy be lehet jelenteni, illetőleg testületi támogatást meg kell adni. Legkésőbb 2018-ra fognak elkészülni, mint ahogy jeleztem, több ütemben fog megvalósulni. Csorna nagyon előkelő helyen van ezen a úgymond 60-as listán, tehát nagyon reméljük, hogy hamarabb is már el fog kezdődni itt a létesítménynek a kivitelezése. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik, valamint valószínűsíthetően a szövetségek fogják ezt tehát szárnyuk alá venni. Itt a tervezéstől egészen a kivitelezésig mindent intézni fognak, tehát igazából, hogyha mondhatjuk úgy is, hogy Csorna készen fogja kapni ezt a kézilabda csarnokot. Úgyhogy a előterjesztésben is lehet látni, hogy maga a tervezett helyszín, az a műfőves pálya mellett az úgynevezett salakos pályán kerülne kivitelezésre. Csorna város önkormányzatának a tulajdonában van ez a terület, és ennek a nagysága infrastruktúrával, közművekkel való ellátottsága is. Tehát én azt gondolom, hogy ide lenne a legjobb, valamint ami még nagyon fontos, hogy az oktatási intézményeknek a közelsége is, hiszen a mindennapos testnevelés órák véget szintén fontos volt erre odafigyelni. Úgyhogy én még egyszer azt tudom mondani, hogy támogassák ezen előterjesztést, és még egyszer mind a kormánynak, mind pedig a Hétfő KC Rába Köznek csak nagyon nagy köszönettel tudunk tartozni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Megkérdezném képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéshez kérdésük van-e. Megadom a szót. Nekem csak annyi lenne itt a tájékoztatóból, hogy tiszta legyen mindenki számára. Tehát ez egy szabványos méretű pályával rendelkező, mondjuk itt a sportcsarnok lenne, ami ugye 20-40-es pályát takar, ami jelen pillanatban Csornán nincs ilyen méretű pályánk, ami lefedett és teremben lenne. Úgyhogy ez ugye a kézilabda mellett értelemszerűen egy csomó sportágnak ad lehetőséget arra, hogy
kihasználjuk ezt a megépítendő csarnokot. Köszönöm. Én köszönöm. Szó szerint szabványméret lenne, illetőleg itt még elmondanám, hogy itt különböző nagyságú létesítmények fognak épülni. Itt Csornaváros, valamint vonzás körzetét is figyelembe véve, ez szintén a határozati javaslatban benne van, hogy egy 3-400 fő befogadására alkalmas csarnokot szeretnénk megcélozni, ami egy előrejelzések alapján egy közepes, tehát van, ami ilyen 800-900 fő befogadására, én azt gondolom, hogy az nagyon eltúlzó lenne, illetőleg a legkisebb úgy néz ki, hogy az egy ilyen 150 fő befogadására alkalmas, az pedig arra pedig azt gondolom, hogy kicsi lenne, tehát itt egy 3-400 fő befogadására alkalmas komplexum. A mellékletek nél szintén vannak látványtervek, amit átküldött a kézilabda szövetség, tehát itt mind a külső területbe lehet látni, hogy nagyon fontos volt, hogy illeszkedjen azért a városképbe. És szabványméretről van szó, tehát hogy bajnokságokat is lehessen rendezni, hiszen itt akkor már nem csak a mindennapos testnevelés órák, illetve több sporták, hanem esetleges bajnokságokat is lehessen szervezni. Megkérdezném, hogy kérdésem még valakinek. Igen? Én is megköszönni szeretnének együttműködésüket, mert igen, hogy az oktatási intézmények is ilyenkor van küzdődnek az osztályunkként heti 5 testnevelés óra megoldásával, hogy a gyerekek akkor teljesen mozgással tudják ezt az 5 órát kitölteni. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszönöm. Kérdése valakinek? Amennyiben nincs, úgy bizottság nem tárgyalta. Én azt módosító javaslata észrevétele. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy a határozati javaslattal, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Aki nem ért egyet, aki tartózkodik, köszönöm, megállapítom, hogy ezen napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. A második napirendi pontra térjünk át, itt előterjesztő jegyző asszony. Az előterjesztés a tegnapi napon kiküldésre került. Ez egy kormányhivatali javaslatot tárgyal, ami a Csornaváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Csornaváros között fennálló együttműködési megállapodásról szól. Ezeknek a megállapodásoknak általánosságban az a szabálya, hogy minden év január 31-ig felül kell vizsgálni őket. Nálunk erre az idén február 18-án került sor. Ezt azonban a kormányhivatal észlelte, és jelezte, hogy legközelebb a határidőre szigorúbban figyeljünk, tárgyalja meg a testület ezt a témát, és döntsön erről, hogy megtárgyalta, elfogadja, és legközelebb nagyobb figyelmet fordítunk rá. Én azt kérem a képviselőtestülettől, hogy az előterjesztett határozati javaslatot az írásbelivel egyezően fogadja el, és a jövőben fokozottan figyelünk a tárgybani határidők betartására. Köszönöm szépen! Én köszönöm, hogy a februári testületi ülésen ez meg is történt, mint ahogy mondtad, a maga az elfogadás. Kérdezném képviselőtársaimat, kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Módosító javaslatok, észrevételük? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag a képviselőtestület elfogadta ezen napirendi ponti javaslatot is. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy napirend utáni felszólalásra kér-e valaki engedélyt? Igen, tessék? Nem is annyira felszólalás, csak közben eszembe jutott az első napirendi pont kapcsán, hogy legutóbbi testület ülésünkön mégiscsak volt egy interpelláció, és hát annak nagy mértékben köze van ehhez a témához. És én azt gondolom, hogy most egy nagyon csattanós választ adott a polgármester asszony erre az interpelációra. Sajnos nincs itt a képviselőtársam, megkérdezem, hogy fenntartja-e. Azt gondolom, hogy egyrészt köszönhet tényleg a kormánynak, Hétfő KC-nek, és bizonyítottuk azt, hogy nagyon komoly háttérmunka zajlik itt mindenféle rémizgetések, meghíresztelések ellenére, és tényleg nagyon szépen tudunk előre haladni. Ez a sportcsarnok, azt gondolom, mindannyiunknak a hasznára válik, és tényleg egy nagyon örömteli hír a város életében. Köszönöm.
Csornának komoly múltja van a kézilabdába, főleg a női kézilabdába, és azt gondolom, hogy ez is közrejátszik abba, hogy ezt a lépést meg tudjuk lépni, meg hogy meg is kell lépni az önkormányzatnak, hiszen tartozunk ennyivel az elődjeinknek, hogy ezt a szép hagyományt ezt folytatni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm, megkérdezem, hogy még valaki kére? Amennyiben nem, tisztelt képviselő testület, tájékoztatom a testületet, ülés megelőző nap 12 óráig írásban hozzám a képviselők nem nyújtottak be interpellációt, lehetőséget adok kérdések ismertetésére. Amennyiben nincs, tisztelt képviselőtestület, mai rendkívüli nyilvános ülésünk végére értünk. Megköszönöm a meghívottaknak és érdeklődőknek a részvételt, az ülés bezárom. Sportcsarnok épül Csornán. Király Norbert, a Hétfők AC kézlabdaklub elnöke elmondta, mire lesz alkalmas a vadonatúj sportcsarnok. A történet 2014-ben indult, mikor már nagyon éreztük azt, főleg az edzőink, hogy elmegyünk a mérkőzésekre, és a gyerekeknek az első negyed óra azzal telik, hogy belövik a pályát. Hisz azt tudni kell, hogy Rába közterületén, főleg ahol mi edzünk, Csorna és Farád, nem rendelkezünk szabványméretű pályával. És ennél fogva, főleg a szélső játékosainknak nehéz volt belőni az oldalvonalat, indításoknál nehéz volt a kapusnak megsatszolni, hogy a középpályáig mégis mennyivel többet kelljen dobni, mint Farádon vagy Csornán. Ezért hát nem hosszú gondolkodás idő után felvettem a kapcsolatot Szalai Zoltán polgármester úrra, Farád polgármesterével, és azon gondolkodtunk, hogy mit kellene tennünk azért, hogy fejlődjön a kézilabdasport, a mi klubunk, illetve a környék is. Felvetettem az ötletet az Etónál is, akik támogatták ezt az ötletet, és felajánlották, hogy a TAO keretén belül esetleg megpályázhatnánk egy tornaterem bővítést. Sajnos a gazdasági háttér nem tette lehetővé, hogy Farád csatlakozzon ehhez a programhoz, pedig polgármester úr minden erőfeszítést megtett ennek érdekébe. Akkor elkezdtünk tovább gondolkodni, hogy milyen lépéseket lehetne azért tenni, az előző pályázat negatívumait leszűrve, és csak a pozitív értékeket kiemelve belőle, valami fejlődése mégis keresztül menjünk. Ekkor csatlakozott szerencsére úgymond ehhez a stábhoz, Rába közé kupa keretén belül dr. Jánbor Attila, akit a 2014-es negyedik Rába közkupára meghívtunk, és nagyon csodálkozott, hogy nem a térségben rendezzük meg a Rába közkupáinkat, hanem a tavait mondjuk Konyba, az ideit pedig Ikrénybe fogjuk megrendezni. Ekkor indult el egy egyeztetés, ahol én felvetettem azt a lehetőséget, és szerencsére partnert találtam a polgármester asszonyban, hogy mi lenne akkor, hogyha közösen gondolkodnánk, nem csak szűk keretek között, hanem kiterjesztenénk ezt a gondolkodást azokra is, akik a fejlődésért valamit szeretnének tenni. Úgy döntöttünk, dr. Jánbor Attila, a Győr-Moson-Sopron megyei kézilabda szövetség elnöke, dr. Bónáni, dr. Németh Katalin, Csornaváros polgármestere, és a Hétfők AC egész nemzetsége, ha lehet így hívni, hisz egy egész család ez számunkra már, hogy egy nagyobb összefogás keretében megpróbálunk minél hamarabb eredményre jutni. Szerencsére ez a gondolkodás, ez megtalálta a Magyar Kézlabda Szövetség elképzeléseit is a sportlétesítmények fejlesztésében, és odáig jutottunk, hogy az ország jó néhány pályázói körül a szűk 60-as keretbe minket is felvettek, és 2015. november 27-én Csornavárost is kihirdették azok között, ahol sportcsarnok épülhet. Polgármester asszony, hogyan készítették elő a döntést, és mi a feladata az önkormányzatnak a sportlétesítmény létrehozásában?
Elnök úr elmondta az előzményeket. Ugye 2015. november 27-én volt egy küldött gyűlés, ahogy zárta a szavait elnök úr, ahol lehetett már tudni, hogy Csorna bekerült ebbe a úgymond 60-as keretbe, és azt azért el kell mondani, hogy itt egy nagyon előkelő helyet foglal el ebben a rangsorban. Megtörténtek ezt, még előzetesen megtörténtek ugye az állapotfelmérések, igényfelmérések, tehát a szakemberek elég komoly előkészítő munkát végeztek, és március 7-i keltezéssel megkaptuk a Magyar Kézilabda Szövetségtől, főtitkár úrtól azt a levelet, amelyben már Csorna városát is értesítették, illetőleg egy adat egyeztetésre hívták fel, annak kapcsán, hogy egy tervezett beruházást hova képzelne el a város, milyen közművekkel rendelkezik, valamint arról is, hogy a képviselőtestületi határozat is szükséges ehhez. Az elmúlt hetekben is ugyanúgy próbáltuk ezt még jobban erősíteni, ezt a dolgot, többek között azzal is, hogy ez már szintén, ők már egy pár hete bejelentették, de Győrújfalu is szerepel, tehát a megyében két helyszínen fog megvalósulni, Győrújfalun, illetőleg Csornán, tehát már a közös egyeztetések is megtörténtek, hiszen minden információval gazdagabbak vagyunk, és azt próbáltuk megosztani egymással. Úgyhogy összeállítottuk az anyagot, az előterjesztést, mert szerettük volna mi is azt a legideálisabb helyszínt megtalálni, ahol mind Csorna város, mind a vonzás körzetében megközelíthetőségileg, infrastruktúrálisan úgymond a legjobb helyen lenne ez a beruházás. Hol fog elhelyezkedni Csornán a létesítmény? A testület tegnap egyhangulag elfogadta azon előterjesztést, mely szerint a javaslatom a, mondjam úgy, hogy a műfüves pálya melletti salakos pályán fog megvalósulni. Maga a terület az önkormányzat tulajdonában van, tehát ugye nekünk a területet kell biztosítani. Én azt gondolom, hogy mind az oktatási intézményeknek a közelsége, valamint az, hogy a mindennapos testnevelés óráknak a megtartása keretében is fontos, tehát itt maga a szövetség is erre odafigyelt, amikor az igényeket felmérte, hiszen ez is kiemelt szerepe, valamint az, hogy tehát megfelelő méretű területet biztosítsunk, úgyhogy az elképzeléseink szerint a műfüves pálya mellett, tehát a Toldi utcán a műfüves pálya mellett fog megvalósulni ez a létesítmény. Mire várható a beruházás átadása? Na most... Ugye legkésőbb 2018-ban történik meg maga a beruházás, azt azonban tudni kell, hogy több ütemben fogják megvalósítani. Mi csak reménykedni tudunk abban, hogy mivel előkelő helyen állunk, úgymond ezen a rangsoron, már talán előzetesen úgy értesültünk, hogy hamarabb is elkezdődhet ez a beruházás, és nagy valószínűség szerint 2017-ben megtörténik, azonban ha akármilyen okok miatt 2018-ra átcsúszódna, én azt gondolom, hogy akkor is elégedettek leszünk, de természetesen mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb megvalósuljon. Köszönöm. Mire lesz alkalmas a leendő sportcsarnok Csornán? Mekkora létesítményről beszélhetünk? Terveink szerint, azért tegyük hozzá, az egyeztetések még mindig folynak. A mi elképzelésünk szerint egy 3-400 fő befogadására képes létesítményt szeretnénk létrehozni. Gondolkodtunk akár egy kisebb, akár egy nagyobb megoldáson, de az volt a mi kiinduló pontunk, hogy a 2016-os Rábaküz kupára, ahova mondjuk egy nem utolsó csapat sorrend érkezett meg nevezésképpen, tehát Ausztriából eljön a Hipo, Magyarországról NB1-es csapatok, mint például az Érd, a Siófok, a Fehérvár, természetesen mi is részt veszünk, és egy U11-U13-as kupát fogunk rendezni. Ennek a várható nevezett létszáma
edzőkkel együtt körülbelül 170 fő. Na most, ha egy embert nem engedünk be, mint néző, már akkor se férnek el a csapatok. Ezért mi úgy gondoltuk a polgármester asszonnyal, hogy mi a középső csarnokot szeretnénk megpályázni, tehát, ahogy előbb is említettem, 300-400 fő befogadására lesz alkalmas. Természetesen mi sokkal tovább gondolkodunk, mint saját magunkba, ezért szeretnénk a Rába közben egy olyan összefogást elindítani, ami az iskoláknak is jó, a sportcsapatoknak is jó, illetve egyéb civil szervezeteknek is. Ezért még egyeztetés alatt van ennek a közös gondolkodásmenetnek, illetve összefogásnak a programja is. Tehát el lehet mondani, hogy itt a Rába közben mi minden olyan rendezvényt meg tudunk majd szervezni, amire a térségnek igénye van. A sportcsarnok alkalmas NB1-es mérkőzések lebonyolítására? Hát, hogyha esetleg odáig eljutnánk, hogy ez a széles összefogás évek múlva tényleg egy nagy eredményt tudna hozni, és már nem csak utánpótlás csapatokba tudunk gondolkodni, akkor igen, meg lehetne ezt oldani, hisz azért az ETO utánpótlásaként nem állunk azt hiszem ott se rossz helyen a képzési folyamatban. A hétfő KC életében mit jelent a leendő kézilabda csarnok megvalósulása? Hát ez azt jelenti, hogyha mondjuk az elmúlt két hetet nézem, akkor végre játszhatunk hazai mérkőzéseket is, hisz nem kell elmennünk Veszprémbe, Siófokra, Dunaújvárosba például legutoljára, vagy a legközelebb mondjuk nekünk Győrbe. Ez azt jelenti számunkra, hogy végre hazai pályán, hazai szurkolók előtt tudnak a mi lányaink pályára lépni. Óriási nagy szakmai fejlődést várok én tőle, hisz ahogy nyitó mondataimban már kifejtettem, sajnos a mi játékosaink jó néhány hátrányt abból tapasztalnak meg a mérkőzések első felében, hogy alkalmazkodniuk kell a szabványméretű pályához. Hányan kézilabdáznak a klubban? Azt elmondanám, hogy mi utánpótlás csapat vagyunk, és szerencsére olyan tehetséges lányok járnak hozzánk, akik nagyon keresettek. Ebben a pillanatban körülbelül 60-70 fő az a játékos, aki csak nálunk edz. Elindítottunk egy jó is programot is, ezekben a pillanatokban is a kollégáim járják a Rába közt. 21 óvoda csatlakozott ehhez a programhoz, ők a mi elméleti kis kézilabdásaink, tehát ők még nem tagok, de a bő családunkhoz tartoznak, így még legalább még egyszer ennyi 60-80 főt hozzá tudunk adni ehhez a rendezvényhez, és idén még az Ovis tornát nem úgymond a Rábaköz arénájába tudjuk megrendezni, hanem várhatóan a Csukásba, de reméljük, hogy akár már 2017 évközben a saját csarnokunkban láthatjuk az egész családunkat, illetve azokat a barátokat, akik a Rába közben támogatják nem csak a kézilabdát, de bármilyen sportot. Kiknek köszönhető, hogy megvalósulhat a sportlétesítmény csornán? Hát ez nagyon sok embernek, tartozunk köszönettel, onnantól kezdve, hogy az anyuka, aki elhozza a kislányát, az apuka, aki beül a kocsiba, és hajlandó 30-80 kilométert elvezetni, hogyha pont nem busszal megyünk, de mondhatom akár a buszsofőrt is, aki gyönyörűen el tudja hallgatni a lányoknak az éneklését, megköszönhetjük akár a szomszédnak is, aki addig tud vigyázni a testvérekre, és ne feledkezzünk meg a csorna, illetve egész Rába köznek annak a népes táboráról, akik nem közvetett módon, de imádják a sportot, és bármit tettek a Rába közért. Én még szeretnék köszönetet mondani, természetesen csatlakozva az előttem szólóhoz, itt a magyar államnak, kormánynak, mind az országos, tehát a magyar, illetve tőleg a megyei kézilabda szövetségnek köszönetet mondani ezért a lehetőségért. A hétfő KC Rába köznek pedig nem győzök elégszer megköszönni ezt a fajta segítséget, és nagyon reméljük, hogy mind a csornaiak, mind a Rába köziek tekintetében tehát örömmel fogják használni ezen sportlétesítményt, hiszen értük lesz. Köszönöm.
Mozgásos játékok a Katica óvodában. Kránicné Nagymárt óvodavezető elmondta, a beiratkozást megelőző hónapban változatos programokkal várták a leendő óvodásokat és a szüleiket. Szeretettel köszöntöm a Csornai csatorna nézőit és a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket is. Minden évben most már hagyomány intézményünkben, a Csornai Napközi Otthonos Óvodában, hogy a beiratás előtti hónapban a szülőket megcélzó és óvodánkat kínáló rendezvényeket szervezünk. Itt a Katica óvodában, Kiscsornán, a Sziget utcában ugyanez a hagyomány él már évek óta. Első rendezvényünkre a mai nap folyamán került sor, Mocorgó címmel, ahol a kisgyermekek változatos mozgásos programokkal ismerkedhetnek meg az óvodával, illetőleg megismerkedhetnek egymással. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a rendezvényeket, itt a Kiscsornai óvodában is, ugyanúgy, mint bent a Szent István téri óvodánkban, mert a szülők is megismerkedhetnek egymással, illetőleg a rendezvénysorozatunk kapcsán a kisgyermekek már most barátságokat köthetnek, egymással megismerhetik a leendő óvodástársaikat. A szülőknek azért fontos, mert már most előre, mielőtt döntenek, óvodát választanak, megismerkedhetnek a leendő óvónénikkel, beszélgethetnek velük kötetlenül itt a rendezvénysorozatunk kapcsán, és az óvónénik segítségükre is vannak a rendezvényeink során, mert egy-egy témát célzunk meg. A mai téma a gyermekek mozgásfejlődése, beszélgethetnek a szakembereinkkel, itt a Kiscsornai óvodában is a fejlesztőpedagógus kolléganővel, hogy miben tudják segíteni a kisgyermekeket, gyermekek mozgásfejlődését. Meddig iratkozhatnak be a gyerekek, és milyen módja neki? Minden évben törvényileg meghatározott kötelező beiratási időpontunk van, mind a Bóbita óvodában, és mind itt a Sziget utcai Katica óvodánkban egy időben. Ez a hivatalosan meghatározott beiratási időpont a május 11-e és 12-e. Reggel 6:30-tól este 5 óráig várjuk a szülőket a beiratkozásra, bent a Szent István téren, a Bóbita óvodában. A beiratás egyébként folyamatos az óvodában, hiszen folyamatos a gyermekek felvétele egész tanévben. Szeretettel várjuk a kedves szülőket. És szeretném a szülők figyelmébe ajánlani a Sziget utcai óvodánkat, ahol rettenetesen jók az udvari körülményeink. Ennek a javítása, az udvar felújítása, egy kicsit rendbetétele jelen pillanatban folyamatban van, illetőleg hát az épületünkre pedig a fenntartó folyamatosan keresi a forrásokat, a lehetőségeket, tervbe vették, hogy felújítják a Kiscsornai óvodát is. Nagyon bízunk benne, hogy megfelelő forrásokat sikerül még ebben az évben találni a fenntartónak. Milyen programok lesznek még a jövőben az óvodákban? Ebben az április hónapban minden hétfőn nagy szeretettel várjuk itt a Katica óvodában a kedves szülőket és a leendő óvodás kisgyermekeket. A beiratáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatunknak a mai napon a Mocorgó címet adtuk, ahol a kisgyermekek mozgásfejlesztő játékokat, eszközöket próbálhatnak ki itt az óvodában délután 3:30-tól szabadon egészen a kifáradásig. A következő rendezvényünk egy hét múlva hétfőn, 17-én délután 3:30-kor vár megrendezésre, szintén itt Kiscsornán a Katica óvodában. Ezen a rendezvényen megpróbálnak a kolléganők hasznos és a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó kézműves tevékenységeket szervezni, gyurmázás, festés, vágás, ragasztás, vagy amit a kisgyermekek szeretnének, a szülőkkel együtt természetesen. A következő rendezvényünk április 24-én, hétfőn, szintén 3:30 kezdettel kerül megrendezésre. Itt az óvónénik mesével, verssel, mondókákkal várják a kisgyermekeket, a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket, nagy szeretettel. Az utolsó rendezvényünkre pedig május 2-án kerül sor,
kiemelt jelentőségű, hiszen egy anya-gyermek kapcsolatot erősítő ringatót tartanak a kolléganők a leendő óvodásoknak itt a Sziget utcai óvodánkban. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a városi, a Bóbita óvodával szemben a Kissonai óvodának nagyon nagy előnye van, hiszen rettentő jó udvari feltételekkel rendelkezünk, nagyon sokat tartózkodnak a gyerekek a szabadban, és a kolléganők pedig nagyon nyitottak és nagyon ambiciózusak arra, hogy a gyerekekkel nagyon sokat kiránduljanak. Itt helyben meg tudják nézni a gólyákat, ahogy megérkeznek ebben a hónapban. A gólya hónapnak nevezték a kolléganők ezt a hónapunkat, hiszen itt a szomszédos játszótér füves pályáján már évek óta mindig egy-egy gólya visszatér. Ezt közvetlen közelről is meg tudják figyelni a gyerekek, illetőleg nagyon sokat kirándulnak itt a környéken. A nagycsoportosokkal átsétáltak Farádra is már, tehát borzasztó nagy mozgási lehetőséget tudunk biztosítani a Kiscsornai óvodába a leendő óvodásoknak és a már idejáró gyerekeknek. Nagy szeretettel várjuk őket a Kiscsornai óvodába. Mai műsorunkban beszélgetést láthatnak Bognár Istvánnal, a Rábakosz Polgárőr Egyesület új elnökével a civil szervezet működéséről. Rábakosz Polgárőr Egyesület 1999-ben alakult meg, 23-24 fővel. Ez a létszám az évek során ugye változott, hol több, hol kevesebb. Jelenleg 13 főt tartunk nyilván az egyesületbe. Ha valaki szeretne csatlakozni a polgárőrséghez, hol teheti meg? A polgárőrséghez a Szent István tér 6-os szám alatt Csornán csütörtökön 18 órától 21 óráig lehet jelentkezni, vagy a 0630-264-1197-es számon tehetik meg ezt az érdeklődők. A belépésnek a feltételei: magyar állampolgár legyen, 18. életévét betöltötte, és büntetlen előéletű. Mit ad a polgárőrség? Polgárőrség egyenruhát, egy összeszokott, jól szervezett csapathoz való tartozást. Mi a polgárőrség feladata? Polgárőrség egy civil szervezet, főként a közbiztonság fenntartásában vállal szerepet, melyel a hatóságok munkáját próbálja segíteni. A közelmúltban volt egy tisztújító ülés, miért volt erre szükség? Igen, 2016. 3. hónap 4-én tartottuk a tisztújító gyűlésünket, mert az előző elnök, Kovács Attila lemondott tisztségéről, és én vállaltam helyette ezt a posztot. Ezúton is szeretném megköszönni neki az eddigi munkásságát, mert 16 éven keresztül az egyesület ügyes bajos dolgait intézte, és a tagoknak szeretném még megköszönni a belém vetett bizalmukat. Új titkárt is választott az egyesület, és új alelnököt is, a titkár személyébe Koltai Norbert, az alelnök pedig Bognár Péter, ők fogják ellátni ezeket a tisztségeket, remélem sikeresen elkövetkezendő időkben. Mik a tervei a Polgárőr Egyesületnek a jövőben? A Rábaköz Polgárőr Egyesületnek a tervei együttműködési szerződést kötni minél több szervel, tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság, ugye a rendőrséggel már megvan. Próbáljuk ide csábítani az egyesületünkbe a fiatalokat, ugye most van lehetőség arra, hogy a 14. életévét betöltött, de a 18-at még nem, büntetlen előéletű fiatalok is jelentkezzenek az egyesületekhez. Ehhez szülői beleegyezésre van szükség. Éjszakai szolgálat ellátása esetén is csak a szülő határozza meg, hogy a fiatal korú meddig tartózkodhat kinn a polgárőrrel, végül is úgymond az éjszakába. Két polgárőr, egy polgárőr mehet ki egy szolgálatba, egyedül nem teljesíthet szolgálatot az ifjú polgárőr. A közösségi szolgálat teljesítésére is van lehetőség a csornai diákoknak. Hogyan lehet ezt megtenni? Igen, együttműködési nyilatkozatot töltöttünk ki a Csukás és a Hunyadi iskolával. Jelentkezni a Szent István tér 6-os
szám alatt, vagy csütörtökön 18-21 óráig a 0630 264 1197-es számon tehetik meg. Jelenleg is több diák tölti nálunk ezt a szolgálati időt, ez 50 órába merül ki. Napi maximum 3 órát tölthet el ebbe a szolgálatba, de általában 1-1,5 órákba szokták megoldani ezt a diákok, ki hogyan érzi. És a diákok is jöhetnek éjszakai szolgálatba? A diákok csak nappal teljesíthetik ezt a szolgálatot. Éjszakai szolgálatba ők nem vehetnek részt, csak ha jelentkeznek ifjú polgárőrnek. Akkor is ugye csak idősebb polgárőr kísérletével vehetnek részt éjszakai szolgálatba. A polgárőrök milyen szolgálatokat teljesítenek? Polgárőrök önállóan elláthatnak járőr, gyalogos járőr és figyelőszolgálatokat, meg a rendőrségen együttműködve közös szolgálatokat is látnak el. Ha vannak rendezvények, ahova felkérik őket, akkor ott a forgalomirányítás, esetleg információk átadása. Miért jó polgárőrnek lenni? Hát végső soron egy jó társasághoz tartozhat, tehet a közbiztonságáért, és ellátogathat éves szinten országos és megyei rendezvényekre, ahol esetleg versenyekbe, vagy jó társaságba ismerettségeket alakíthat ki. És aki támogatni szeretné a Rába Közpolgárőr Egyesületet, az megteheti az adója 1%-ával, de egyéb adományokat is szívesen fogadunk. Köszönjük! Közösségi szolgálatot teljesíthetnek a Hunyadi János Gimnázium diákja is. Licskai Angéla gyakorlati oktatásvezető elmondta, a diákoknak 50 órát kell teljesíteniük. A közösségi szolgálatot minden diáknak teljesítenie kell, aki 2016. január 1-e után kezdi meg magát az érettségi vizsgát. Ez előfeltétele az érettségi vizsga megkezdésének. A közösségi szolgálat az egy tevékenység, ami a helyi környezetnek a javát szolgálja. Mindenféleképpen szervezett keretek között kell, hogy történjen ez a közösségi szolgálat. A diákok egyénileg és csoportosan is elvégezhetik, valamint nagyon fontos, hogy jogszabály szerint 8 területből választhatnak a diákok, hogy hol szeretnék ezt a tevékenységet teljesíteni. A jogszabályok szerint 8 területen, köztük a polgárőrségnél is lehet teljesíteni az 50 órás közösségi szolgálatot. Mivel a jogszabály ugye 8 területet említ, és ugye ez az egyik területnek tökéletesen megfelel, ugye ez a terület azt mondja ki, hogy egyes rendőrségi szerveknél, amelyek bűn- és baleset megelőzési tevékenységet folytatnak, ott is lehet ezt a tevékenységet folytatni, és ugye nálunk a szakképzések közül az egyik szakképzésnek ez tökéletesen megfelelő, hiszen rendészeti képzés is folyik nálunk, és az ottani diákjaink előszeretettel teljesítenek ugye ezen a területen közösségi szolgálatot. A kormány családi otthonteremtési kedvezményéről tartottak tájékoztatót Csornán. Fűrész Tünde helyettes államtitkár felhívta a figyelmet, a családi otthonteremtési támogatás nagyban segíti a fiatalok lakáshoz jutását. A kormány egyik legújabb intézkedése a családi otthonteremtési kedvezmény. Mit kell erről tudni, és hogyan lehet ebbe a körbe bejutni? Valóban a családi otthonteremtési kedvezmény, vagy rövid népszerű nevén a CSOK, egy vissza nem térítendő állami támogatás, amely tényleg az elmúlt évtizedek egyik legkiterjedtebb ilyen vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatását jelenti. Alapvetően ezt új lakás vásárlás, illetve építése esetén, de akár használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén lehet igénybe venni. Gyermekszámtól függ, hogy mekkora a pontos összege. Ugye itt 600 ezer forinttól 10 millió forintig terjednek ezek az összegek, és függ attól, hogy hány gyermeke van az adott családnak, aki szeretné ezt fölvenni a lakás otthonteremtéséhez, illetve függ attól is, hogy előre hány gyermeket vállalnak a házas párok, akik szeretnének, akik családalapítás előtt állnak, és egyébként otthonteremtés előtt állnak. Alapvetően a CSOK-ot a hitelintézeteknél lehet igényelni, és egyébként a 3 gyermekesek esetén, hogyha új lakást szeretnének vásárolni vagy építeni, akkor még jár mellé, illetve igénybe lehet venni mellé egy 10 millió forintos kamattámogatott hitelt is.
Azt gondolom, hogy ezt is nagyon fontos elmondani, illetve még azt, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kormányzati intézkedések összhangban vannak az önkormányzatok intézkedéseivel. Több önkormányzat is, így Csorna is külön egyéni önkormányzati támogatást nyújt a fiataloknak, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hogy helyi szinten, illetve kormányzati szinten is tudjuk támogatni a családokat, a családalapítás előtt álló házaspárokat. Jókor jön ez a tájékoztatás a városban, hiszen a helyi önkormányzat is éppen többek között a fiatalok lakásjutásával kapcsolatban tárgyal. Történtek is ezzel kapcsolatban pozitív intézkedések. A Csorna önkormányzat tájékoztatót szervezett az otthonteremtési támogatással kapcsolatban a Premontrai Rendház dísztermében. Dr. Bónáné, dr. Németh Katalin polgármester felhívta a figyelmet, az önkormányzat 500 ezer forinttal támogatja a csornai fiatalok letelepedését. Kiemelt szeretettel köszöntöm helyettes államtitkár asszony, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és én ma délelőtt Budapesten pont egy család teremtését, tehát ilyen programon vettem részt, egy konferencián, ahol szintén államtitkárok mondták el ennek az otthonteremtési kedvezménynek mindenféle aspektusban megvizsgálva, hogy mik ebben a pozitívumok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok pozitívum van, és annyit szeretnék elmondani, hogy április 1-től hatályos szerettük volna Csornaváros és a képviselőtestület egyhangulag megszavazta azon rendeletünket, hogy az ifjú házasoknak a letelepedését, lakásépítését mi is tudjuk valamennyivel segíteni. És ez kimondva kimondatlanul is a csokkot figyelembe véve indult el egy plusz segítségként, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt minél többen igénybe fogják tudni venni, ezt a vissza nem térítendő támogatást. Fűrész Tünde helyettes államtitkár elmondta, Magyarország demográfiai helyzetén változtatni kell. Véleménye szerint ebben segít a kormány otthonteremtési támogatása. Ha megengedik, először egy demográfiai helyzetképpel kezdem, hiszen a családi otthonteremtési programnak egy nagyon fontos célja, hogy a Magyarország demográfiai helyzetén is valamelyest tudjon javítani. Van egy ábránk, ami azt mutatja meg, hogy különféle termékenységi mutatóknál hogy fog változni Magyarország népessége. Ez azt jelenti, praktikusan jelen pillanatban egyébként Magyarországon 1,44 ez a termékenységi arányszám, ami praktikusan azt jelenti, hogy 10 párnak 14 gyermeke születik. Ugye azt látjuk, hogy különféle alacsony alap, illetve magas számoknál hogyan fog változni a népesség Magyarországon. Ugye az alap az a 2,1-es volna, ugye ilyenkor termeli magát újra a társadalom, hogyha egy férfinek és egy nőnek legalább 2 gyermeke születik, ez nyilvánvaló, hogy akkor újra termelődik a társadalom. Ehhez képest ugye a 2,1-hez képest mi a 1,44-nél tartunk, ami azért el kell, hogy mondjam, hogy 1996 óta egyébként nem volt idézőjelben ilyen magas. És ugye ezen az ábrán az látszódik, hogy még a legoptimistább előre számítás alapján is 2060-ra 9 millió alá 8,5 millióra fog csökkenni Magyarország népessége. Ugye az előbb, amiről beszéltem, ez az úgynevezett teljes termékenységi arányszám, ami látható, hogy 2011-ben volt mélyponton, és azóta nyilvánvalóan sok szempontból a kormányzatnak a családpolitikai népesedéspolitikai intézkedéseinek hatására is szépen növekszik, de hogy mondtam, még mindig nem éri el a kívánatos 2,1-es szintet. Azt gondolom, hogy bizakodásra adhat okot az, hogy a házasságkötések száma itt láthatóan 2000 és 2010 között csökkent, viszont azóta egy folyamatos növekedés tapasztalható, és különösen kiemelkedő a tavalyi év, amikor egyébként közel 20%-kal, 18,4%-kal nőtt a házasságkötéseknek a száma. Tehát nagyjából ez volna a demográfiai helyzetünk, és van egy kutatás arról, hogy amikor a gyermekvállalásban gondolkoznak a párok, akkor melyek azok a szempontok, amelyeket úgy igazán figyelembe vesznek. Ugye itt látható, hogy a gyermekvállalási korban lévők, mikor erről megkérdezték őket, első helyen azt mondták, hogy az anyagi helyzet a legfontosabb, és a sorban a második az a lakáshelyzet volt. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a családi otthonteremtési program egy olyan intézkedés sorozat lehet, amely valóban hozzá tud majd járulni ahhoz, hogy minél többen a gyermekvállalás mellett tegyék le a voksukat.
Pár szót mondanék arról, hogyha már az anyagi helyzetről van szó, akkor milyen családtámogatási intézkedésekkel, családpolitikai intézkedésekkel igyekezett az elmúlt 5 évben segíteni a kormányzat a családokat. Ugye itt beszélhetünk a GyedExtra bevezetéséről, a családi adó kedvezményről, vagy akár a munkahelyvédelmi akcióterről, és még nagyon sok olyan családtámogatásról, ingyenes gyermekétkeztetés, Erzsébet program és a többi, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a családok életszínvonala nőni tudott az elmúlt időszakban. Már a jogszabály, legfontosabb jogszabályunk, az alaptörvény is kimondja azt, hogy a családokat védeni kell, a gyermekvállalást támogatni kell, és egyébként a családok védelméről szól a sarkalatos törvény, pedig külön rendelkezik a lakhatásról is, és így szól, az állam törekszik arra, hogy a kiskorú gyermeket nevelő családok számára az otthonteremtés és a lakhatás feltételeit biztosítsa. Mai műsorunkban riportot láthatnak Áder Csaba bogyoszlói hobbifotóssal. A Rábaközi településen élő csomagkézbesítő gyermekkora óta fotózza a térségünk növény- és állatvilágát. Igazság szerint már gyermekkorom óta fényképezek mind növényeket, mind állatokat, ami felbukkan a környezetünkben. Hogy miért is? Hát ez talán azért, mert ez érdekli az embert, mint hobbi. És hát nagyon érdekes dolog az felfedezni például, hogy a környezetünkben milyen növények, állatok élnek, amik például vadon élők. A fényképeim témái elsősorban a Rába közvadon előforduló növényei. Először, tehát tényleg nehéz megtalálni ezeket a kis növényeket, hiszen nehéz észrevenni is őket, mert nagyon picik ahhoz képest, amit az emberek gondolnának. És először, ha megyünk a természetben, is nem is tűnnek fel ezek a kis növények. Ha viszont már tudatosan figyelünk arra, hogy mit keresünk, akkor viszont már ott a szakértő szem is észreveszi, meg a laikus szem is. Amiket először fényképeztem, ami érdekesebbnek tűnik, az a védett növények, mint például az orchideák is, amik előfordulnak itt a Rába közben. Tehát a védett növényekből én 11 félét találtam eddig, abból 7 az orchideák közé tartozik, és talán a legjelentősebb az ugyan nem egy orchidea, egy kornistárnisnak nevezhető növény, ami könnyebben megfogalmazva encián, így talán a nézőknek is könnyebbséget okoz a megértése. Ez abból a szempontból jelentős növény, hogy szorványosan fordul elő az országban, és itt egy nagyon jelentős területet találtam, ahol a réteken ez a kis növényke felbukkan. És ehhez köthető még bizonyos védett állatfajok jelenléte is, például a homoki hangyaboglárka, ami sajnos még nem sikerült megtalálnom. Ennek jelentősége lenne, mint a Nemzeti Park részéről, mint pedig számomra is, hogy értékesebb területet tudhassak a környezetemnél. Hova kerülnek a fényképek? Mit csinálsz a fotókkal? Tehát elsősorban a közösségi oldalamra töltöm fel ezeket a képeket, utána blogot vezetek, amiben a Rába köznövény és állatvilágát próbálom bemutatni, elsősorban Bogyoszló környékét. Emellett pedig a védett fajokat, mind a lepkéket, mind a szitaködőket, mind a növényeket, az adatait a Fertőanság Nemzeti Parknak küldöm el, és ők regisztrálják egy megfelelő helyen. Hogy zajlik egy ilyen napod, amikor elindulsz mondjuk fotózni? Ugye én igazság szerint, amikor van szabadidőm, akkor kimegyek a természetbe. Tehát ezt nem lehet eltervezni, hogy most konkrétan mit fényképezzek, hiszen ez időjárástól is függ, az évszaktól is függ, tehát az orchideák például május körül nyílnak, a kornistárnis az nyár végén, a lepkék viszont a nyár folyamán végig ott vannak, attól függ. Tehát tényleg kimegyek, és általában mindig ilyen meglepetésszerűen érnek engem az, hogy mit találok. Például legutóbb a nagy tűzlepkét találtam meg, ami azért is fontos lepke, ez nyár végén történt, azért is fontos lepke, mert Nyugat-Európában kipusztulás fenyeget, és sok helyen ki is pusztult, és ez a Natura 2000-es jelölő fa is például 50 000 forintos természetvédelmi értéke van, és meg egy látványos kis lepke, és egy tiszta narancsárga lepke, aki látja, annak biztos, hogy tetszeni fog. Tehát a fényképezőgép mindig nálad van. Így, többségében igen.
Van-e olyan téma, amit még szeretnél feldolgozni? Hát igazság szerint a lepkéknél van most kifejezetten konkrétan egy faj, amit tavaly megtaláltam, de nem sikerült lencse végre kapni, mert gyorsabb volt, mint én. Ez a kis fehérsávos lepke, ez is nagyon ritkán fordul itt elő. Emellett még nagyon kíváncsi vagyok, hogy vízpartokon, meg a réteken is még mik fordulnak elő, főleg orchideákra gondolok, mert azok, amik könnyebben felbukkanhatnak új helyen. És az igazság, hogy amikor májusban kimegyek a rétekre, akkor már olyan nagy a fű, hogy abba elveszik a növény. Tehát itt most versenyt futok én is az idővel, hogy időbe kiérek, emellett pedig a kullancsok azok, amiket azért szeretnék elkerülni. Képeiddel milyen eredményeket értél még el? Több helyre is küldtem már be írásokat. Ez szintén megint Bogyoszló környékének az élő világáról szól. Kerttel foglalkozó újságoknak is, illetve a munkahelyemről a szakmai lap készített velem egy interjút, és az is megjelent a mi szakmai lapunkban. Köszönöm a beszélgetést. Versmondó versenyt rendeztek Bágyokszobáton. A költészet napi versmondó versenynek a bágyokszobáti József Attila általános iskola adott otthont. Németh Marica igazgató elmondta, minden évben megemlékeznek a tanintézmény névadójáról. A Bágyokszobáti József Attila általános iskolában minden évben megszervezzük a költészet napján, április 11-én a versmondó versenyünket, ami igazából nem verseny, hiszen ünnepet ünnepelünk, a líra ünnepét, a költészet ünnepét, a vers ünnepét és iskolánk névadójának születésnapját. A versmondó versenyre nem csak Bágyokszobátról, hanem a környező településekről is érkeztek diákok. A falu művelődési központjában értékelték a versenyt. Nagyon ügyesek voltatok, nagyon szépen beszéltetek, nagyon szép volt, nagyon szép verseket választottatok, és amit mondtam már, hogy mindenki nyert, hiszen a költészet napján egy ilyen ünnepélyes pillanatnak részese volt az ő versével, amit elmondott, de hát az élet ilyen, hogy az egyenlők között is keresünk elsőt. És most ezért szeretném átadni a szót, és itt csoportonként egy-két gondolatban elmondanák, hogy miért választották éppen azokat a kisgyerekeket, akiket választottak, és utána még azért elmondom, hogy az első helyezetteknek még azon kívül, ami jutalmat kapnak, mi a jutalmuk. És akkor most megkérem Lukásné Rajci Zsuzsát, aki az első-második osztályosok csoportjában volt a zsűri elnök, hogy legyen szíves mondjon néhány gondolatot. Én először is tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kisgyermeket és nagygyermeket, aki a mai napon részt vett és elmondta a versét, és köszönöm a felkészítő tanároknak, hogy ilyen színvonalas, szép napnak lehetünk a részesei. Az első-második évfolyamon 18 kisgyermek mondta el a versét, hallhattunk verses mesét, és igazán szép munkát végeztek mind a gyerekek, mind a felnőttek, a felkészítő tanárok. Nem szeretnék sokat beszélni, de azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy az lenne ennek a mai napnak is a célja, és igazából az értelme, hogy a 365 napból ne csak ezen az egy napon, április 11-én olvassunk és tanuljunk verseket, hanem a többin is, mert ez a mai délelőtt is bebizonyította, hogy a gyerekek körében is értő fülekre talál egy vers, és sokszor felnőtteket megszégyenítő bátorsággal, kiállással, hangsúllyal adták elő a verseket. Úgyhogy én az első-második korosztályból mindenkinek nagyon-nagyon szeretnék gratulálni, mert azt hiszem, ma már elhangzott, de ez tényleg igaz, hogy ennek a mai délelőttnek minden szereplője a nyertese. Köszönöm szépen! És most akkor szeretném kihirdetni, hogy az első-másodikosok között milyen eredmények születtek. Harmadik helyezést ért el, és gratulálunk neki, Boyer László az első-második évfolyamon. Első
második évfolyamon második helyezést ért el a Magyar Költészet napján Horváth Mira. És versével a Magyar Költészet napján a Bágyokszobák József Attila általános iskolában rendezett versmondó versenyen első helyezést ért el első-második osztályos kategóriában Kovács Laura. Juhász Magda, hová lett az ellenőrző? Anyu kérdez, apu faggat, ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta, unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában. Vagy a padba felejtettem, vagy útközben elvesztettem. Vagy a cica vihett el, próbálkoztam újabb trükkel. Tegnap bebújt a táskámba, mérges is lettem csodára. A lábammal dobbantottam, kisugrott onnan nyomban, ellenőrzöm csak elvitte, elnye, vajon hová tette? Így soroltam egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj de ciki, tudja, hogy füllentek neki. A szobába apu lépett, vágtam csodálkozó képet. Ellenőrzöm ott volt nála, szőnyeg alatt megtalálta. Na majd elverem a cicát, beír neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen, rögtön eltört a mécsesen. Ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát, tanító nénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Apu és az anyu nevet, örülünk, hogy jó a szíved, ne félj, nem bántjuk a cicát, de kiavítsd a szekundát. Szeretném a kisgyerekeiknek megköszönni, hogy ilyen szépen, eredményesen felkészültek erre a mai napra. Nagy élményben volt részünk, és nem akarom a nagyjainkat utánolni, de nehéz helyzetben volt a zsűri, és fogadjátok el ezeket az eredményeket. Nyilván mindenkinek megjár a Magyar tanítónénitől a jutalom, de a versenyben csak 3 helyezettet tudtunk értékelni. Ennek megfelelően szeretném először a 3. helyezettet, illetve a nevét Jakab Zsóka Anna. Kedves Zsóka, köszönjük, hogy ilyen élményben részesítettél bennünket. Nagyon szépen szerepelt Hollósi Júlia. Neked is ugyanezt tudom mondani, Júliám, és jövőre is pont így. És első helyezett lett lovas versével Pozsgai Csenge. Köszönjük, Csenge, hogy ilyen szépen felkészültél erre a mai napra. Taksérer Katalin, fekete ló. Messze, távol, sötétségben, fekete ló fut az éjben. De a szép és nemes állat szemében nyugszik a bánat. Elvesztette kis kancáját, kis csikója édesanyját. Úgy szerette, úgy imádta, szerelmének nincsen párja. Nagy autóval érte jöttek, lasszót nyakára kötöttek, behajtották zárt nagy részbe, elvitték a messzeségbe. Hős nagy ménnyel indult hát, megkeresni kis kancáját. Ki is vágtat a földútra, vele tart a kis csikója. Hosszú úton autók szembe, kíváncsian lesik egyre, honnan jő és hova tartott ez a két szép nemes állat. Telik az idő, fogy a rét, ismeretlen helyre ért. Lassít, mert egyszerre látja, ott legel a kis kancája, körös körül karám mellett, fut a ménye és a gyermek, nyerít, hogy meghallja társa, itt van szíve két virága. A kanca felkapja fejét,
Ilyetében egyet hátralép, boldogan rohan arra, honnan ménye hangját hallja. Minden erőt összeszedve neki fut, és reménykedve által repül a karámon, családjához, minden áron. Messze, távol, sötétségben, három szép ló fut az éjben. A fekete mén megfogadja, családját többé el nem hagyja. Igen, nagyon örültünk, nagyon színvonalas előadásokat hallottunk az 5.-6. évfolyamosoktól. Figyeltük a versválasztást, a pontos szövegtudást, az értelmezést, a hallgatókkal a kapcsolattartást, a tiszta kiejtést. Úgyhogy az az igazság, hogy a három helyet egy kicsit keveseltük, és ezért mi még egy külön díjat is kiszorítottunk, úgyhogy kezdeném először a külön díj átadásával. Külön díjasunk Visi Kolos, aki... Harmadik helyezettünk Tóth Blanka. Nem kapottam. Jaj, mert ja, hogy mindenki, igen, igen, azt hittem csak az első. Második helyezettünk Cser Rebeka. És az első helyezettünk mindannyiunk örömére Haszonics Dóra. Zell Zoltán, van az asztalfiókban. Van az asztalfiókban egy könyv édesapának. Egy költő írt abba verset. József Attilának hívták azt a költőt. Meghalt. Mosni járt az anyja. Kisebb volt, mint én, mikor elveszett az apja. Apa szokta elmesélni ezt nekem vasárnap. Ilyenkor aztán én nagyon szeretem az apámat. Verset is olvas a könyvből. Azt, mikor az anyja kosárral ment a padlásra, őt megsírni hagyta. Azt is elolvassa, én meghallgatom nevetve. Hogy csinálja? Brumma, brumma, brummadza. A medve, meg a pöszek is malacról, hogy olyan a falka, ahány malac ondulálva van annak a farka. Ilyen gazdag! Aki költő? Kérdezem apától. Övé a sok medve, malac, s a réten a nyájak? Mind-mind az övé volt, mondja. Erdők, hegyek, rétek, s ami nagyobb a világnál, szíve a szegénynek. A szegénynek gondja, bajja, mind-mind az övé volt. Mert ő is, az ő szíve is a szegényeké volt. Akkor ő is olyan volt hát? Kérdezem apától. Akkor ő is épp olyan volt, mint Petőfi Sándor? Mint Petőfi, akinek a versét megtanultam, s el is mondtam nemrég, mikor 5 esztendős múltam. Anyának is volt egy tyúkja, az is itt lakott bent, s akarta az asztalra, az ablakba rüppent. Kicsi vagyok, de nem soká felnőtt leszek mégis. Veszek majd egy könyvet, s abba verset írok én is. Beleírok én majd abba mindent, amit látok. Enyém legyen, beleírom az egész világot. Jáger András színművész, a zsűri elnök elmondta, színvonalos szavalatokat hallgathatott meg. A Győri Nemzeti Színház művésze adta át a 7.-8. osztályosoknak a díjakat. Független attól, hogy ki kap díjat, meg ki nem, csalódottságra semmi ok, illetve hogyha valaki csalódott lehet, az én vagyok, de csak azért, mert csak a 7.-8. hallhattam, és nem hallhattam a kicsiket, mert hát ugye az ember nem tudja megosztani saját magát. A 7.-8. hallgatva viszont nagyon-nagyon nagy élményt szereztettek nekem, kivétel nélkül. Mondtam a Maricának is, és Évának is, akivel együtt zsűriztünk, hogy évek óta elég gyakran van szerencsém zsűrizni, tehát van össze hasonlítási alapon különféle versmondó versenyeken, és nagyon-nagyon-nagyon
magas színvonalú volt, amit én láttam. Kivétel nélkül nagyon szépen és jól mondtatok verset, nagyon nagy öröm volt hallgatni, és ezt most nem az udvariasság mondatja belőlem, a nehézség abban, hogy most ki kap külön kiemelést, tehát ki az a három helyezett, az tényleg nagyon nehéz volt eldönteni, mert mindenki nagyon jó volt, úgyhogy én most így előre mondom, az talán mindenkire nem vonatkozik, de hogyha valakit érdekel az én személyes véleményem, és nem kapott díjat, vagy akkor is, hogyha kapott, az nyugodtan keressen meg, és elmondom a véleményemet, azokat a piciségeket, amit esetleg lehet javítani még. Az jutott eszem, miközben itt várakoztam, hogy valami stílszerűt kéne mondani. Adi Endre írja ezt egyszer az egyik versében, hogy jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hát ti most nagyon megmutattátok magatokat, és látva láttunk, mert amikor valaki kiáll és elmond így egy verset, ahogy ti itt valamennyien, akkor a magából árul el valamit, valami nagyon személyeset, és ezt nem lehet meghatottság nélkül tudomásul venni. Az a fantasztikus bátorság, aki elmondta a Dunán át, és tudom, hogy ez egy borzasztó nagy handicap, hátrány, hogyha én tőlem hallod előtte, nem látlak most, és akkor utána el kell mondani, de csoda volt, és nagyon-nagyon bátran és szépen mondtad el. Vagy az, hogy egymás után ugyanaz a vers hangzik el, elmondja egy valaki, utána ugyanazt még egyszer. Nagyon nehéz ilyet csinálni, ha megengeditek, képzeljétek el, hogy nekem egyszer volt olyan, előttem ötször mondták el ugyanazt a verset, mert ilyen kötelező választás volt, és akkor én voltam a hatodik, aki ugyanúgy mondta el a József Attila Levegő című versét, miközben térdig be volt kipszelve a lábam, tehát már eleve vicces látványt nyújtottam. Még amatőr koromban volt, és tudom, hogy ez micsoda nehézség, úgyhogy tisztelet annak, aki ilyen körülmények között is fantasztikus eredményeket nyújtott. Na, csomó-csomó minden van bennem, amit most idő hiányában nem fogok mindenkinek elmondani, viszont viszem magammal emléknek, és nagyon szép délelőtt volt. Hát akkor, amire jutottunk a 7.-8. közül. Ja, még egy valamit, ezt azért elmondom, hogy azt úgy kezdtük ugye a megnyitónál, hogy lehet-e versenyeztetni a versmondást, és igazándiból nem. Tehát mi alapján döntünk? Az alapján döntünk, hogy nekünk ott és akkor annak a három embernek, aki zsűriz, éppen melyik tetszett a legjobban. Ez függ az időjárástól, attól, hogy hogyan ébredtünk és hogyan aludtunk, és semmi mástól. És lehet, hogy tévedünk. Tehát ennyi a dolog, de köszönjük szépen annak, aki már egy picikét többet adott, ennyi az egésznek a lényeget. Tehát harmadik helyezést kapott Büki Barbara. Második helyezést Horváth Viktóriának. Csak is gratulálok. És első helyezés 7.-8. közül pedig Laux Natália. Natália vagyok, és a Konyi Deák Ferenc általános iskolából érkeztem. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed. A hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, sűvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában mikes se hitte ezt,
ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag Zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márványtengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak szelíd emlékek. Eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegeken, tengereken túlra hordták. Eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármot, szord a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek őrlőszú az idegen fában, leszek az alja felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz, lappangó, rút, féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár, halló fülekbe cseng és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtó zsinór, a kanóc része lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban, éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyén, én itthon maradok. Hát köszönöm szépen még egyszer én személyesen az élményt mindenkinek. Olyan nehéz ilyenről beszélni, én azt sem szeretem, amikor engem értékelnek, tehát a munkámat, mert vagy látszik, vagy nem. Tehát ez nem kritikai dolog. Az, amit ilyen örömmorzsákat kapott az ember, az úgyis megfizethetetlen. Sok ilyen örömmorzsát kívánok magad mindenkinek, akár úgy, hogy levesz egy verses kötetet és elolvas néhány versort, mert higgyétek el, attól színesebb a világ. Úgyhogy sok-sok szint kívánok nektek az életetekben. Az MSZP sajtótájékoztatót tartott Csornán. A baloldali párt három témában kezdett aláírásgyűjtésbe. A földeladásról, az állami vezetők fizetéséről és a vasárnapi nyitvatartásról mondhatnak véleményt az állampolgárok. Elsősorban mind a három kérdés demokratikus kérdés, tehát megkérdezzük az embereket egyrészt, hogy támogatják-e az állami termőföldek eladását, másik pedig támogatják-e az állami cégeknél dolgozók havi fizetése ne legyen több, mint bruttó 2 millió forint. A harmadik aláírásgyűjtési évünkön pedig a vasárnapi zárvatartás, az üzletek vasárnapi zárvatartásának tilalmát iratjuk alá. Hiába törölték el a vasárnapi pihenőnapot, az MSZP így is elkezdi a bolzár elleni népszavazáshoz az aláírásgyűjtést. Mit várnak önök ettől? Egyrészt annak ellenére, hogy már a parlament döntött, vasárnap kinyitnak a boltok. Ez egy természetes igény volt, amikor az első kettő évet, az első kettő témáról elkezdtük gyűjteni az aláírást, akkor nagyon sokan megkerestek bennünket, hogy ők szeretnék aláírni a boltbezárásról szóló aláírásgyűjtő évünket is. Ebből adódóan mi egyik szempontból ezt a feltételt is biztosítjuk. A másik pedig, annak ellenére, hogy döntés volt ebbe a kérdésbe, meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen nagy az érdeklődés, illetve az embereknek a zöme nem fogja támogatni, illetve nem támogatja a bezárás tényét. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az, amit a Fidesz kormány csinált ezzel az aláírásgyűjtéssel, elsősorban a boltbezárásossal, a Nemzeti Választási Iroda előtti cirkusz, a kopasz verőlegények odavezénylése, ez azt gondolom, hogy nem egy demokratikus kormányra jellemző dolog. És mi ezzel mind a három aláírásgyűjtéssel azt szeretnénk elérni, hogy megtörjük a Fidesz hegemó hatalmát, tehát azt csinálja a kormány, olyan kérdésekbe döntsön,
amiről a nép felhatalmazta, tehát amivel a választók felhatalmazták. A sajtótájékoztatón Kórós Lajos országgyűlési képviselő a bér- és nyugdíjemelésekről mondta el az MSZP álláspontját. Mindenek előtt az alacsony jövedelműek fizetését kéne megemelni. Az vitathatatlan, hogy az elmúlt években az átlagos bérek növekedtek, de ez elsősorban abból adódott, hogy a magas jövedelműek oly mértékben gazdagodtak, hogy ez húzza fölfelé a matematikai közepet. Éppen ezért mi ugye követeljük azt, hogy a minimálbér nettója legyen legalább 100 000 forint, hiszen most a nettó minimálbér nem éri el a létminimum értékét. Ez az egyik dolog, a másik pedig azt is gondolom, hogy ennek megvan a finanszírozási háttere, hogyha végig gondoljuk ezt az egészet, hiszen Magyarország az Európai Unió gazdaságai közül az az ország, ahol a legmagasabb az élő munkára rakódó terhek, mondhatnám azt is, hogy az állam nagyobb kizsákmányoló, mint a kapitalisták, hiszen adók és járulékok formájában a jövedelem egy jelentős részét elvonja. Éppen ezért mi azt javasoljuk a kormánynak, illetve hát tárgyaltunk a munkaadói szövetségekkel, hogy ők szívesen odaadnák bérben, fizetésben ezeket a magasabb jövedelmeket, hogyha az állam nem terhelné ilyen magas adókkal és ilyen magas járulékokkal, magyarul, hogyha a járulékok jelentős részben csökkennének, akkor az egy nagyon erős nettó bérnövekedést jelentene a munkások számára. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!